minőségi időt látják, köszöntöm Önöket! Hazánkban a népesség mintegy 3%-át érinti az asztma. A kezeletlen légúti allergiás betegek 20-40%-a idővel asztmás lesz. Azonban megfelelő kezelésnek köszönhetően a betegség mellett akár élsportolók is lehetünk. Mai vendégem a témában dr. Müller Veronika, a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikájának igazgatóhelyettese. Először is tisztázzuk azt, hogy mit nevezünk asztmának. Az asztma az egy tüdőbetegség, alapvetően légutakat érinti, és az a legfontosabb jellemző, egy nagyon változékony, hörgőszűkülettel járó megbetegedésről van szó. Tehát különféle hatások a hörgőknek a szűkületét váltják ki, úgyhogy ezért a legfontosabb jellemzője az asztmának a változékonysága. Tehát sokan nagyon sokáig teljesen tünet és panaszmentesek lehetnek, és akkor néha van egy-egy olyan inger, amire a hörgők szűkülnek, és akkor így alakul ki maga az asztmás tünet. Észre lehet venni amúgy, hogy az asztmás tüneteket, vagy hogyha az embernek ilyen problémája van, nem tud róla, még nem ment el szakorvoshoz ezáltal, össze lehet keverni esetleg másmilyen betegséggel, egyáltalán felismerik az emberek, hogy asztmás tüneteik vannak? Tehát az asztma az egy nagyon nagy betegségcsoportot magába foglaló tünetegyüttes. Fontos azt tudni, hogy a klasszikusan asztmásnak ismert emberek, akik fulladnak, különféle ilyen spréket használnak, az a piramisnak csak a csúcsa. És rengeteg olyan asztmás beteg van, aki sokszor esetleg nem is tudja, hogy asztmája van, mert csak nagyon ritkán, vagy csak epizódusokban jelenik meg a tünete. Úgyhogy ezért is szeretnénk külön felhívni a fiatalok figyelmét arra, hogy sokan emiatt nem is ismerik fel azt, hogy asztmájuk van, mert mondjuk vizsgáidőszakban észlel ilyen tüneteket, vagy egy-egy nagyobb buli után jelentkezik tünet, vagy ha megfázik, és akkor nem ismeri fel, hogy neki egy ilyen jellegű problémája van, és akkor nem tud rá megfelelően készülni. Az asztmának a klasszikus tünetei azok ez az időszakosan megjelenő nehéz légzés, vagy csak annyi, hogy úgy érzi, hogy valami nincs rendben, mint egy mellkasi nyomás lenne rajta. Nagyon típusos, főleg a sportolás utáni köhögés, főleg futás után, vagy az, hogy valaki éjszaka fölébred, hogy valami nincs rendben. Az éjszaka az ilyen hajnali 2 és 4 óra közötti időszakot jelenthet. Milyen vizsgálattal derülhet ki, hogy valaki asztmás? A legtöbbnek, akinek nagyon enyhe asztmája van, vagy csak ilyen nagyon speciális helyzetekben jelenik meg a tünet, ott, ha elmegy egy tüdőgyógyász szakorvosi vizsgálatra, ott esetleg semmilyen kóros nem igazolható, hanem provokálni kell ennek a hörgőszűkületnek a kialakulását. Ugye provokálni nagyon sok mindennel lehet, mi általában, főleg fiataloknál a futást szoktuk preferálni, tehát van futópad, vagy elmegy ott a Semmelweis Egyetemnek a tüdőklinikája körül futni, és akkor utána meg ismételjük a légzésfunkciós vizsgálatot. Maga a légzésfunkciós vizsgálat egyébként nem egy kellemetlen vizsgálat, hanem egy készülékben kell nagyon nagy erővel fújni, és akkor abból lehet látni, hogy van-e a hörgőknek valamilyen betegsége, vagy sem. Hogyan lehet megelőzni az asztmát? Ahogy már említette, a sportolás segíthet abban, hogy tudjuk kezelni úgymond ezt a betegséget. Hát az a fontos, hogy akinek van asztmája, az tudja azt, hogy főleg mondjuk sportolás előtt esetleg kell használnia olyan belégző gyógyszereket, amik a gyulladást csökkentik, illetve a hörgőket tágítják. Úgyhogy ezért ismerni kell azt, hogy neki van egy ilyen betegsége. Ami alapvetően mondjuk rizikófaktor, az, hogyha valakinek gyerekkorában volt asztmája, vagy allergiája van, akár fiatal felnőttként is, vagy bőrbetegségének cémaszerű betegsége volt, vagy a családban sok az asztmás, ott nagyobb a valószínűsége, hogy az illetőnek magának is lesz asztmája. Tehát ezt a légúti változékonyságot kell igazából kimutatni. A leggyakrabban mondjuk ilyen légúti fertőzések kapcsán meg ilyen nagyon erős köhögés, vagy az, hogy nagyon lassan gyógyul valakinek a hörgőgyulladása, és nagyon sokáig köhög, ezek szoktak lenni azok a tünetek, amik felhívhatják rá a figyelmet. Hogyan segítsünk annak az asztmás betegnek, aki mondjuk rosszul lesz? Mit tudunk tenni, hogyha éppen az utcán vagyunk, és rosszul lesz valaki? Hát aki tudja, hogy asztmás, annál mindig van valamilyen gyógyszer, amik ilyen különféle belégzőkben vannak. Fontos az, hogy a mély kilégzés után kell jó mélyre letüdőzni ezt a gyógyszert, mert akkor jut le oda a kicsi hörgőkbe, ahol a betegség van. Úgyhogy ha ilyen problémával állunk szemben, és akkor tudjuk, hogy valaki asztmás, ő általában azért elég jól szokta kezelni magát, akkor van gond, hogyha valaki nem ismeri föl a tüneteket, és nem tudja, hogy neki ilyen betegsége van. Azt szeretnénk hangsúlyozni e tekintetben, hogy a fiataloknál nagyon sok az, akinek tényleg nagyon ritkán van tünete, és azt hiszi, hogy akkor nem is kell vele foglalkozni. Arra szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy
mint ahogy egy cukorbeteg is tudja, hogy mikor és hogy kell mondjuk az inzulinját adagolni, ha valaki tudja, hogy ilyen betegsége van, és megfelelően megtanulja, hogy mikor és milyen gyógyszert, ami általában ilyen inhalációs gyógyszer kell használnia, akkor teljesen tünet és panaszmentes lehet, és minden részét élvezheti az életnek ugyanúgy, mint a nem asztmás emberek. Tehát, hogy mik az ajánlott sportok az asztmások számára? Én azt mondom, hogy mindenki mindent csinálhat, pont ez a lényeg, hogyha valaki megfelelően kezelt, nem dohányzik, ugye ez egy fontos dolog, hogy nem érdemes dohányozni soha, de az asztmásnak különösen nem, és érdemes használni azokat a gyulladás csökkentő gyógyszereket, amik inhalációban adagolható szteroid készítmények. Ettől mindig megijednek azok, akiknek ezt mondjuk, hogy iciri-piciri mennyiségekről van szó, amik csak a tüdőbe jutnak. Tehát ez pont olyan, mint a bőrgyógyász, és a bőrre alkalmazza a különféle gyógyszereket. Nálunk ez csak a hörgőrendszerbe jut. Ezek általában élsportolói szinten is használható készítmények, mert annyira picike a mennyisége, hogy ettől külön nem kell megijedni. És úgy gondolom, hogy magyar büszkeségeink is vannak, akiknek ismert az asztmája, de hogy mégis valami nagyobb példát mondjak, Michael Phelps 23-szoros olimpiai bajnoknak is van asztmája, de Cseh László ugyanez a ismert kategória, aki úgy gondolom, hogy az ő teljesítményével egy szuper példát adhat minden fiatalnak, és mindenki csinálja, amit szeret. Az a lényeg, hogy nehogy visszatartsa a mozgásban. Ugye sokszor, ha nem tudja, hogy asztmája van, a szervezet az érzi, hogy valami probléma, és nem végez akkor megfelelő mozgást, és annál rosszabb szerintem nincs, mint hogyha valaki nem mozog, tehát minden szempontból a mozgásnak az örömét azt javasolt használni, kihasználni. Jobb, hogyha már kiskorban elkezdünk valamilyen sportot, hogyha asztmásak vagyunk? Hát én nem, az asztma az önmagában, én úgy gondolom, hogy az nem egy korlátozó tényező. Természetesen tudni kell, hogy mit kell használni egy kisgyereknek. És az igazi kritikus csoport, az úgy gondolom, ezek a 20 éves fiatalok, már még rendszeres testmozgásra kötelezi őket a középiskola, addig ez azért megjelenhet, és tudni kell azt, hogy a nagy növekedési szakban, amikor valaki tinédzser és hatalmasat nő, akkor a hörgők is nőnek, és ezért átmenetileg a gyerekkori asztma tünetmentessé vagy tünetmentesebbé válhat. De ez nem jelenti azt, hogy nem érzékeny a hörgőrendszere különféle behatásokra. És akkor a 20-as éveikben, amikor mondjuk egyetemre járnak, vagy ha dolgoznak, akkor nem teljesen érthető, hogy miért jelentkeznek bizonyos tünetek. Az asztmás hajlam, ugye az egy fokozott érzékenységét, a légutaknak egy fokozott érzékenységét jelenti, úgyhogy ezért érdemes rá odafigyelni. Azért is kérdeztem ezt, mert sok szülő megijed, hogyha kiderül, hogy a kisgyerekénél valamilyen asztmás tünetet vél felfedezni, elmennek a szakorvoshoz, kiderül, hogy asztmás a pici, és onnantól kezdve megijednek, és nem engedik, hogy sportoljon a gyerek az iskolában akár. De akkor ön azt javasolja, hogy ettől ne ijedjünk meg, és ugyanúgy nyugodtan sportolhat a kisgyerek? Én úgy gondolom, hogy a kisgyerekekkel kapcsolatban a gyerekgyógyász szakorvosok tudnak jó tanácsot adni, de alapvetően ma olyan jó készítmények állnak rendelkezésre, és főleg a gyulladás csökkentő szteroidok, tehát a hörgők bejuttatott, nagyon pici mennyiségű inhalációban adott szteroidok mellett teljesen tünet és panaszmentessé tehető az asztmásoknak a döntő többsége. Nekünk ez a célunk. Tehát ma az, hogy valaki asztmás, főleg ha enyhe asztmás, ha nem kifejezettek a tünetébe, csak időszakosan jelennek meg, akkor ez egy olyan jól beállítható betegség, hogy semmiről nem kell lemondani. Mindent lehet csinálni, teljesen ugyanolyan értékű életet lehet élni, mint bárki, akinek nincsen asztmája. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenet, hogy azért, mert valakinek asztmája van, nem kell lemondani a semmiről. Kétségtelen, hogy van egy nagyon kicsike csoport, akinek nagyon súlyos a betegsége, ott sokkal több kiegészítésre van szükség, de ott is javasolt a rendszeres testmozgás, megfelelő légzőtornák, amivel a tüdő és a szervezet állapota az javítható. Az előző évekhez képest nőtt az asztmás betegeknek a száma, tudunk erről valamilyen felmérést? A Magyar Tüdőgyógyász Hálózatban van egy nagy regiszter, ahol az asztmás betegeket folyamatosan nyilván tartjuk. Ugye azt tudni kell, hogy aki tüdőgyógyásznál jár, vagy rendszeresen megjelenik, azoknak az általában inkább súlyosabb betegségük van. Ez olyan közel 200 ezer beteget jelent Magyarországon. A valós asztmás beteg szám, az ennek valószínűleg a többszöröse, tekintettel arra, tehát legalább olyan 4-500 ezer betegről kell gondoskodnunk, vagy őróluk kell gondolkozni, mert
Ugye ezek azok, akiknek csak nagyon ritkán, vagy csak epizódikusan vannak tüneteik, és ők sokszor nem is tudják, hogy ilyen betegségük van. Néha csak olyan hirtelen, egészen fura tünetekként megjelenő, főleg fertőzések kapcsán kerülnek be, esetleg kórházba vagy szakrendelésre, és akkor nehezen érthető, hogy neki most hogy alakulhatott ki egy ilyen tünete vagy tünetegyüttese, miközben az érzékenysége a hörgőknek az megvan, csak eddig nem volt olyan nagyon erős provokáló tényező, ami mondjuk a súlyos rosszulétet provokálta volna. Úgyhogy ezért fontos, hogy akiben fölmerül, hogy neki vannak ilyen változékony légúti tünetei, nem bírja úgy a terhelést, és leg köhög a mozgás után, néhányszor hajnalban felébredt, az gondolkozzon el rajta, beszéljen a házi orvosával, és ha több tünete van, akkor érdemes tovább vizsgálódni, főleg ilyen provokációs vizsgálatokra van szükség légzés funkcióval, és utána akkor ő kaphat olyan megfelelő javaslatot, hogy mikor és milyen körülmények között kell neki esetleg ezt a légúti fokozott érzékenységét kezelnie. Hogyha rendszeresen sportolunk, oda kell valamire fokozottabban figyelnünk, hogyha asztmás problémánk van? Igen, pár dologra azért érdemes odafigyelni. Mondjuk az első, amit szoktunk hangsúlyozni, ez a hideg levegő. A hideg levegőn való sportolás, tehát amikor jön a téli időszak, és valaki ilyenkor mondjuk kint fut, vagy bármilyen szabad téri tevékenységet végez, az fokozottabban ingerelheti a nyálkahártyát a hörgőkben, és emiatt jobban előjöhetnek az asztmás tünetek. Ilyenkor, aki ezt ismeri és tudja, az ilyenkor megemeli a gyógyszer szükségletét, megfelelően előkészítve ugyanúgy lehet tovább folytatni a sportolást. A másik, amire fel szoktuk hívni még a betegek figyelmét, az az, hogyha nagyon szmogos az idő. Ugye, hogyha nagyon rossz a levegő minőség, erről az Meteorológiai Szolgálat honlapján elég jó adatokat lehet kapni, akkor nem nagyon érdemes a szabad térben a sporttevékenységet végezni, zárt térben nyugodtan lehet folytatni, és hát vagy ha már nagyon muszáj, akkor lehetőség szerint nagyon hajnali órákban, vagy nagyon későn, és lehetőség szerint kerülve a nagyon forgalmas területeket. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!